Sziasztok, én Ádám vagyok, ez pedig itt az IGN Start legújabb adása, melyben a hét legfontosabb filmes és játékos újdonságai mellett sztorizunk egy sort a 65 éves Bruce Campbellről, illetve megválaszoljuk a hét kérdéseit is, például azt, hogy lehet-e majd magyar témájú Assassin's Creed a jövőben. Lássunk is hozzá! A hét legnagyobb bemutatójaként a barátnőt felveszünk, Jennifer Lawrence próbálja bebizonyítani, hogy a szókimondó vígjátékoknak még van keresnivalójuk a mozikban. A színésznő a filmben egy elkeseredett csajt alakít, aki belemegy abba, hogy szép summáért lefekszik egy 19 éves sráccal, de az nem adja könnyen magát. A hét másik mozis bemutatójában a Kandahárban a CIA ügynököt játszó Gerard Butler a tolmácsa oldalán próbál kimenekülni Afganisztánból, és ahogy ezt tőle megszokhattuk, az akció nem megy fű alatt. A kisképernyőkön a Marvel próbálja komolyra venni a figurát a titkos invázióval, melyben az űrből visszatérő némileg megkeseredett Nick Fury próbálja elkapni azokat a rossz szándékú Skrullokat, akik beszivárogtak a sorainkba, míg a Mackó második évadában Carmi és a többiek építik újjá éttermüket, amely továbbra is jó sok feszültséggel jár. Végül, de nem utolsó sorban a Netflixre érkezik a Koponya sziget című animációs sorozat, amely a Warner szörny univerzumában játszódik és egy hajótörött csapatról szól, akik a címbéli szigeten próbálnak túlélni mindenféle szörnyeteg Nomek Kong társaságában. Most pedig nézzük, milyen játékokkal játszhatunk majd a következő napokban. A héten újabb nagy megjelenés érkezik a Final Fantasy 16 képében, és bár a Square Enix szerepjátéka kizárólag PS5 konzolokra lesz elérhető, minden bizonnyal így is letarolja majd az eladási listákat. A játékban egy mitikus lények energiáival megtámogatott herceget alakítunk majd, feladatunk pedig az lesz, hogy megvédjük királyságunkat az azt megmérgező méte ellenében. A jó hír, hogy egy vaskos demo formájában ingyen kipróbálhatjátok a Final Fantasy 16-ot, így könnyen eldönthetitek, hogy tetszik-e nektek vagy sem. Az Aliens Dark Descent is sokak érdeklődésére számíthat, még akkor is, ha a franchise-tól kissé szokatlan műfajban, valós idejű taktikai akciójáték formájában kell a xenomorfokat halomra lövöldöznünk egy csapat kommandóssal. Az új Crash kaland sem éppen a szokásos platformer lesz, hiszen a Crash Team Rumble a több játékos aréna harcokra fókuszál, de nyilván barátságos formában, az a csapat nyer, amelyik több wumpa gyümölcsöt zsebel be megadott időn belül, de persze ez azért nem lesz annyira egyszerű feladat. Végezetül PS5 és Xbox Series konzolokon is elérhetővé válik a Life is Strange alkotóinak új narratív kalandja, a Harmony The Fall of Reverie, amiben ránk vár annak feladata, hogy egyensúlyt hozzunk az emberi világ és egy másik dimenzió között isteni hatalmunkkal jó döntéseket hozva. No de ennyit a játékokról, lássuk a hét triviáját! A héten tölti be 65. életévét a legendás Bruce Campbell, akit a szakmában gyakorta hívnak a rossz filmek Laurence Olivier-jének, ezzel utalva arra, hogy ugyan rengeteg szarban játszik, de ezekben mindig remek alakítást nyújt. Ugyebár a legismertebb szerepe Ash a démonvadász, akinek bőrébe nem az 1981-es gonosz halottban bújt bele először, hanem az azt megelőző amatőr rövidfilmben a Within the Woods-ban, amit szintén Sam Raimivel forgatott, mint a későbbi trilógiát. Ezek ketten amúgy már a gimnázium óta ismerik egymást. Raimi előszeretettel kínoszta és szekált a későbbi munkatársát és jó barátját, a kínzási szokásait pedig a filmekre is megőrizte, hisz gyakorta öntötte nyakon művérrel és haigálta ide-oda a színészét. Campbell meg örömmel teljesítette ezeket a feladatokat, mert amúgy küszködött a karrierjével. Az első gonosz halott előtt taxisofőrként melózott, és a második előtt se kapott túl sok jövedelmező állást. Olyannyira nem, hogy a 87-es gonosz halott 2 forgatása idején éjjeli őrként dolgozott, de ezt a melót gyorsan ott kellett hagynia, mert egy kollégája felismerte őt. Nem meglepő, a gonosz halott filmeknek köszönhetően Campbell igazi kultarcá vált. A 2010-es Seattle-i Zomcomon például ő adott össze egy párt egy zombi témájú esküvőn, nemrég pedig a gonosz halott ébredés rajongói vetítésén könyvelhetett el óriási ovációt, mikor a film után tartott kérdezfelelek során elküldött a francba egy rendbontó nézőt, aki hangosan leszpozta a filmet. Reméljük, láthatjuk majd még esként a cím szereplésével készült sorozat kaszája ellenére is, minden esetre boldog születésnapot kívánunk a legendának. Most pedig lássuk a hét kérdéseit. Sziasztok! Milyen történetet tudnátok elképzelni a Deadpool 3-hoz? Hogyan fogják kapcsolni az MCU-hoz a történetet? Egyre erősebb a gyanunk, hogy a Deadpool 3 csak szegről végről maximum utalások formájában fog csatlakozni az MCU-hoz. Egyrészt a filmhez bejelentett, illetve visszatérő szereplők mind-mind függetlenek a Marvel moziverzumtól, másrészt pont a napokban derült ki, hogy a Disney egy csomó Marvel film bemutatóját elhalasztotta, ezzel szemben a Deadpool 3-ét előre hozták fél évvel, így két MCU-s bemutatóval is helyet cserélt, magyarán szabadon tilitolizható az idővonalban, azaz nem nagyon kötődik majd hozzá. Sziasztok! Mi a véleményetek arról, hogy egyre több élő szereplős anime
adaptáció érkezik. Sem az élőszereplős Death Note filmet, sem a Scarlett Johansson főszereplésével készült Páncélbazárt szellemet, sem pedig a Cowboy Bebopot nem övezte kitörő lelkesedés, az utóbbit egy évad után elkaszálták. A hétvégén mutatkozott be a One Piece live action sorozata is az első előzetes formájában, és hát ezt sem fogadták tárt karokkal, szóval egyelőre nem nagyon látjuk a jövőjét a dolognak. Nem tudjátok, esetleg az új F1 játék fogja támogatni a PSVR 2-t? Sajnos az EA megerősítette, hogy kizárólag PC-s VR eszközöket támogat a játék, így PSVR 2-vel nem lesz játszható. Sziasztok! Mi értelme van hosszú évekkel előre napra pontosan bejelenteni a filmek mozis megjelenési dátumát, amikor utána folyamatosan érkeznek a hírek a halasztásukról, illetve jobbik esetben a korábbra hozásukról? A stúdiók így osztják le egymás között a bemutató dátumokat, hogy aztán a változtatások tükrében tudjanak egymáshoz idomulni és úgy készíteni elő a filmeket. Sziasztok! Mit gondoltok, a mesterséges intelligencia segítségével megfejthetik a Voynich kéziratot vagy más titkokat? Mi nagyon reménykedünk benne, ugyanis Zalus készen áll arra, hogy ráressz az Emmyt a Valve-ra, hogy megtudja, miért nem készült még el a Half-Life 3. Sziasztok! Szerintetek kész lesz valaha a Beyond Good and Evil 2? Mi egyre kevésbé bízunk a dologban, pláne azok után, hogy Michel Ancel, a széri atya 2020 végén lelépett a projektől. Bár a Ubisoft esküszik rá, hogy készül a játék, de nem lepődnék meg, ha bejelentenék a törlését. A hét tényleges kérdését Csorba Csaba tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy lehetségesnek tartjuk-e, hogy a Ubisoft valamikor a jövőben egy magyar vonatkozású Assassin's Creed játékot is készít. Hogy miként választja ki a Ubisoft az Assassin's Creed széria epizódjainak történelmi környezetét, az jó kérdés. Minden bizonnyal egy bonyolult, sok összetevős folyamatról van szó, ahol az egyes stúdiók ötletei, illetve a játékosok visszajelzései sokat nyomnak alatba. Például a 2012-ben nyilvánosságra került, felhasználóknak szóló kérdőívben feldobott lehetséges történelmi korszakok közül többet meg is valósított már a Ubisoft. Ugyanakkor az is lényeges elem, hogy az adott korszak legyen tele beazonosítható, sokak által ismert történelmi szereplőkkel és konfliktusokkal, és persze az is fontos, hogy a játékmenetet és az AC lóriát hozzá lehessen igazítani a környezethez. Bár pici ország vagyunk, most mégis azt mondanánk, hogy az Assassin's Creed Infinity platform érkezésével sokat nőhet az esély annak, hogy egyszer hazánkkal is találkozunk egy ilyen játékban. Az Infinity egyfajta digitális központja lesz a jövőben érkező AC játékoknak, a Ubisoft szerint pedig mindenfajta kaland érkezésére számíthatunk majd itt. Többféle műfaj, kisebb és nagyobb projektek egyaránt békésen megférnek majd egymás mellett, szóval ki tudja, talán valamelyik stúdió lát majd fantáziát az Egri ostromban, vagy az 1848-as szabadságharcban. Csabának köszönjük szépen a kérdést, és természetesen ajándékot küldünk neki az IGN Shop felajánlásával, méghozzá ezt az Overwatch-os zoknit, hogy olyan puha legyen a lépte, mint egy assassinnak, és máskor is lecsaphasson a hét kérdésével. Az IGN Shopra pedig feltétlenül nézzetek fel, ugyanis érkezett egy halom új Cable Guy-os telefontartónk, na meg egy rakat Nintendo-s cucc is, és hát ki ne akarna magának egy Bullet Bill plüss figurát? Na ugye? A sok kérdést pedig köszönjük szépen, és persze várjuk a továbbiakat is ez alá a videó alá a hét kérdése hashtaggel ellátva, és ígérjük, hogy megpróbáljuk majd megválaszolni őket. A jövő héten újra találkozunk a Starttal, addig is, sziasztok!